aztán az oktár. Bizony, és gyorsan ránézek az órámra. 3:18 elmúlt pontosan 2 perccel, mi Szegeden vagyunk a Kárász utcán, felveszek egy fejhallgatót, és már is indul a fülszíves játék. Itt van a két gyönyörű lada, és itt van két pár, gyorsan megnézze. Egyik hölgy nagyon, nagyon ismerős nekünk, már többször játszott a Bumerangban. Igen. Igen. De mindig az új hostess lányok még nem ismernek fel, mert rég kirúgtunk volna. Éva és Zsolt, azok vagytok ti, és ti vagytok Erika és Antal. Igen. Antallal viszonyban vagy? 25 percet ismerkedtünk meg körülbelül. Villámszerelem. Van az már villámszerelem. Megnyárjuk ezt, és megyünk haza benzinnal. Ennyi az egész. Hozzád vagy hozzám? Megyünk haza. Haza viszem most, hogy hova, azt már meglátjuk. Hát az embernek van válogatási lehetősége. Meg kell inni azt az utalványt, persze. Igen. Jó, Erika, miket nyertél eddig a Bumerangban? Kétszer játszottam, egyszer a pénzt. A sztársopos játék volt, meg volt jégtörő, akkor nem nyertem, de jó. De nagyon küzdöttél, véresen küzdötted magad, emlékszem. Ez te vagy, Lajos? Ez személyes emlékező. Érdekel a színösszeállítás? Nem, a sapkádat nézem, és a fejhallgató kombót. Na jó van, és akkor itt van Erika és Antal. Antal itt van még mindig. Várjál, ja nem, Erika és Antal azok. Antal még Éva itt és van Zsolt. Éva és Zsolt. Te vagy a Zsolt? Igen, igen vagyok. Akkor kizárásos alapon azt mondom, te vagy Éva. Igen, de profi. Nagyon jól csinálja. Ja, rutin, hát 17 év. És soha nem fogom ezt megtanulni. És feleslegesen nem beszél, szóval azért. Akkor te vagy Éva, érted? Mi is 25, már mint ketten, csak mi 25 év. 25 éve vagytok együtt, 25 perce. Mi a különbség, Vokcit, mit látsz? Hát ők a lúzerek. Mondja Éváékra. Igen, rámutat. De nézd már, Antal már fogdossa Erikát, meg, de csak a vállát. Eddig még csak a vállát. Persze. Hát ott kell kezdeni, nem hírt. Bejöttök egymást, én úgy érzem. Hát úgy ismerkedtünk meg, hogy rasszolgattuk egymást, és mondjuk játszunk. Mit? Itt valamit. Benzines. Mi csak ürügy vagyunk. BMW-s ladást. Tudunk valami segíteni az összeismerkedésben? Tehát mit tudom, hogy te tudod, mert Antal mivel foglalkozik? Igen, tudom. Mivel foglalkozik? Fogtechnikus. És Erika? Fodrász? Megismerkedtünk azért, hát a kikérdeztek bennünket. Egyébként nem kell segítség, megoldom szerintem. Vagy közös céget csináltok, az ilyen fófóbété vagy? Fófóbia. Na jó van. Láttad már mesztelenül? Persze. 25 perc alatt? Nem árulhatom el. De ti láttátok egymást mesztelenül, ugye? Változott valamit az elmúlt 25 év alatt az Antal? De nem az Antal, a Zsolt. Antal, igen. Sokkal jobb lett. Kizárásos alapon Éva válaszol. Sokkal jobb lett? Akkor is itt van a közönség köreiben. Ott a te vagy a gyermek? Csodálatos szüleid vannak. Tényleg. Orrpiercinget engedélyezed a lányodnak? Igen, persze. Jó van, rendes szülők vagytok. Ja, a láncot csak el kell akasztani, és akkor lehet menni sétálni. Igen, ez egy értelmiségi pár, én látom rajta. Ugye? Igen. Éva is? Ő nem. Mi van? Diplomája van csak. Csak diplomám van. Na jó van. Akkor elmondom, hogy mi a feladat. Mondjad. Büszke vagy rám, már a derekát fogom. Abszolút. És minden lépésről szeretnék tudni, jó? Igen, és a kezed szeretnék látni állandóan. Na, jó. Tehát itt van ez a két gyönyörű lada. Volt vala a ladátok? Igen. Ilyesmi? Hasonló. Igen, csak színben volt. Igen, elvitt az ukrán. Igen. Be kell ülni, nem tudom, melyik kötök ül majd a volánhoz, vagy a gázpedálhoz. Én ülök oda. Nálatok? Antal, itt van. Antal, oké. Akkor a hölgyek pedig itt ezeket a különböző fogyasztókat fogják majd működtetni, és ti ennek megfelelően adjátok majd a gázt. Ott mi látjuk majd, hogy mennyi benzin fogy el, és hát elképzelhető az, hogyha nem bírja, akkor lehet, hogy fordulatszámot kell növelni, az is lehet, hogy lefullad a lada, és akkor újra kell indítani. Az viszont fogyasztás növekedést idéz elő. Így van, tehát nagyon-nagyon óvatosan kell bánni a gázpedállal, de a következő feladatokat kell teljesíteni. Egy, le kell főzni egy 4 adagos kávét, tehát 4 főre ezzel a kávéfőzőgéppel. Akkor egy ilyen vekni kenyérből, ami itt van, le kell vágni minimum 15 szeletet ezzel az elektromos késsel, és szükségünk lenne 3 deci almalére, mondjuk azt, hogy alma pép inkább, mert ugye ez most itt nem egy... Megint a botmixer. Gyümölcs centrifuga, hanem botmixer, így van. És itt vannak az almák, ott a botmixer, és ugye van mérőedényünk, tehát 3 decire mindenképpen szükségünk van, de szép pépes állagúra. Rendben van? Igen. Akkor minden úr foglalja el a helyét a volán mögött.
Beszéljétek meg nyugodtan. Semmi taktikáról beszéljük. Parancsolják, parancsolják. Szemkontaktus, meg minden. Nem tudom, összekedálni az van, már csak nem tudom meghámozni, de nem. Nem, minek meghámozni, úgyse iszom. Ráereszted a botmixert, aztán hagyj menjen. Antal, leendő szerelmed, Erika, itt van a... Csak mondom. Vigyázzatok rá, kérlek szépen, mert nem jó, jó. Jogsid van? Nekem? Van, igen. Nem én kérdeztem a voga. Jó, foglalj helyet az autóban. Egy kis helyet kérünk szépen itt. És természetesen ugye az urak vállalják a gázadagolást. Amint látom, és e fölött nem azért volt vita. Óvatosságból mondjuk meg, hogy ne tegyétek sebességbe, mert túl közel vagytok. Igen, mert az az ember rutinból beteszi egyesbe, és aztán... Ne tedd sebességbe. Meg nem is nagyon látjátok egymást. Frontális ütközést ennél gyönyörűben nem is lehet demonstrálni. Egyből lecsukod a motoráztető egyből, mi? Vegyétek fel nyugodtan a fejhallgatót, abban jobban hallotok bennünket, Erika, te is. Gondolj közben Antalra. Ma még lesz valami, Erika? Nem. Na, miért? De még beszélgetünk. Jó, de hát... Előtte vagy utána? Hát a cigarettát majd elnyomják is. Akkor kezdjük is el, uraim, indítsák el a motorjaikat. És már is bontják a hölgyek, egyből a kávéfőzőnek esnek neki. Le a tetejét, ásványvizes palacból Erika próbálja ebben a pillanatban belemérni a vizet. Ugye 4 fős kávét kell főzni, hát az úgy nagyjából meg kell satszolni, illetve persze ott a mérőedény. És közben, kérjük segítséget. Várjál, de vigyázz, ne nyomd a gombot. De kapcsolt ki. Kapcsolt ki, amíg dugjátok bele, az elektromos késnek az éle kiesett. Viszont, hogyha nincsen elől összecsatlakoztatva, ez az, köszi. Hát, nagyon Peti a Bostól, az nagyon profi. Így van. És a fogyasztás már beindult. Igen, mert szemmel a kis kidobó gombot nyomta meg. 15 szeletet kell, tehát nem tudom. Ez elég vastag az a szelet. Igen, nem baj, majd ketté vágja még egyszer. Picit fulladozik. Jó. Picit fulladozik, ránézik a mérőedényekre. Alig történt fogyasztás itt Zsoltéknál. Itt már több? Igen, ott már valamivel több. 4 szelet kenyér, és a kávé az viszont itt gyakorlatilag... Ez dolgozik önmagától, persze. Erika, mit csinál, Bokci? Hát ő megpucolja az almát, és megpróbál... Nem pucolja, szeleteli. Hát de... Na ja, igen, szeleteli az almát. De figyeljetek, a 3 deci az hogy fog összejönni? Pépben. Mit nyúkászott a késnél, nem hiszem el. Vigyázz az ujjadra! Éva! Zsolt! Éva majdnem levágta az ujját. Jaj, az baj. Arra még szükség lesz. De figyeld a technikát, hogy az ő kávéfőzője nem megy. Nem megy, bizony. És az lesz a leghosszabb akció, hogy kávét kell főzni, én szerintem azt én elindítanám. Igen, de értelmiségi családról lévén szó, lehet, hogy ők azt gondolják, hogy a kettő egyszerre megy. Ja, hogy akkor lemerül, de hát igen. Láthatja, hogy nem történik semmi, mert nézd meg, itt már megy a turmixolás. Ezt ti megbeszéltétek, hogy a kávéfőzőt utoljára? Ez milyen hülyeség, hogy víz nélkül turmixolni valamit, te jó? Köpjél bele néha egyet. Ki az, aki pörgeti a motort? Hát ő. Miért? Azért, mert annyi benzine van. Miért nyomod? Csak egy világ itt folyamatosan. Ja, nem itt, de itt nem, bizonyos... Antal nyomja ugye Erika alá a gázt. Vagy ja, érte. De azért tehát... nyomja, mert látja, hogy megy a kávéfőző. És a botmixer is szétesett. Halló? Megy az még. Megy az még? Persze. Oké, rendben. Igen, itt szemkontaktus van, ennek következtében gázadás kezdődött. Én mondtam, hogy jobban tudja az energiát adni. Így van. És amit látjuk, az üzemanyagodból még van... Erika, látod, hogy milyen apró tud lenni az alma? Gyakorlatilag, amit most összeturmixoltál, az egyelőre 1 deci, hogyha én a jó mértéket nézem, 3-at kell. Igen. 3 decit kell produkálni. Bár lehet, hogy én... Ja, az nem a deci. Akkor várjál? Nem, akkor még 1 decit kell nagyjából hozzá turmixolni. Te érzel-e valamit a motornál, amikor éppen dolgozik a kávéfőző? Figyeltem a ledet, és amikor a kávéfőző bekapcsolta, akkor onnantól egyből visszahanyatlott. Most próbálom ezt a 2 tartalmat, amit mondott a Zsolt, és hát úgy néz ki, hogy működik. Hát remélem, hogy nem fulladunk meg. Gyönyörű. Oda néz! Kenyér szeletevőle vágja az almát rafinált módon. Profi! És figyeld, nézd meg a benzin különbséget, bocsi, oda néz. Ott már 1/3 lement. 1/3 meg alig valami. Gyakorlatilag 1/5 ment csak le Zsoltéknál. Na jó, de ebből lehet, hogy nem lesz kávé. De, tehát... Figyelj már, annyit ne tegyél bele, mert... Ne segíts, Fokci! Ne, csak úgy mondom, hogy...
Jó, mi a helyzet Antalnál? Ő hogy kalibrálja a fordulatszámot, Lajos? Te hogy kalibrálod? Én élvezem az utazást, és közben nézem Erikát, hogy padlógázzom egy végig. Hát figyelj ide, ő szemkontaktusban van, illetve hát a Vokcin keresztül próbálja követni az eseményeket, és ehhez alakítja. De ne felejtsük el, hogy ugye az nyer, aki előbb lesz kész. Én úgy nézem, tehát, hogy aki meg... ők most úgy érzik, hogy itt már alig van feladat, nyomhatom full gázon, nyomja. Nem baj, van még fuel save. Van, persze. Még csak fogát kérném meg egy picit, hogy menjen arrébb, lássam Erikát. Ne szórakozzam, hogy koreográfálsz már, hogy merre járkáljuk. Igen, Vokcik, menj a másik oldalára, Erikára. Nem, Vokcik, hát szerelem van kialakulóban. Ja, bocsánat, hesszeled a csajt. Persze, nem a kezét nézi, hanem a fenekét, ja, figyelem. Igen, itt közben beindult a botmixer, most már ugye Éva keze alatt is. Szép pépese. Neked megvan a 3 deci, Erika? Igen. Oké, szuper. És gyönyörű szeleteket vág Erika, tehát gyerekek, meg. Tudjátok, mi fog itt dönteni? Egyszer. Kinek folyik le először a kávéja, az lesz itt a megoldás. De, ahogy nézem, van esélye nálam. Érdekes, a draplada nem fogyaszt üzemanyagot. Ó, elindult a kávé, gyerekek, ott mi újság? Nálunk nem indult el még a kávé, így van, Erikáéknál elindult a kávé. Aha. Hány szeletnél tart Erika, Vokci, számolj utána gyorsan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Tehát úgy tűnik, hogy Erikáik előnyben vannak, ha nem fogy el az üzemanyag, 14? Most tartanak a felénél. Mennyinek kell lenni? 15 szeretnek. Jó, megvan. Még egyet. Oké, Erika megvan, itt most már egyetlen egy dolgot. A kávé. A kávé dönt mindenben. Mire készülsz? Még jó, nem kell több, megvan a 3 deci. Még nyomjál rajta kettőt, hátra lemerül a motor. Erika nagyon ügyes, úgy nézem. Kérdezzétek meg tőle, hogy én hogy vezetek? Hát, ha nem rángatnád a kormányt egész. Nem elég meleg. Hát pedig megy. Meg kéne kapcsolni szerintem. Akkor kérd meg a Zsoltot, hogy adjon gázt. Adjál gázt jobban egy picit. Jaja, így van. Most már nyomhatod, apám, még csak egy harmada sem ment le. Tehát egy negyed benzin fogyasztás. Te is jó vagy, nyomd a gázt nyugodtan. Jó, van. Már fújik. Figyelj! Nálunk is elkezdett folyni a kávé. Na de ez meg mindjárt lefolyik. Én mondtam, ez dönt. A kávé dönt el mindent. Hát igen, ugye az sem mindegy, hogy mennyire tömören pakolta meg kávéval azt a fűrőbelevezést, hogy mennyire jön át rajta a víz. Nem volt trükközés, mindenki megpakolta rendesen. Gyerekek, ennyire fej mellett még nem volt. Ez kitűnő. Hát, ez készen. Zümmög a lada. Hát nézd meg, már itt gőzölök. Hát gyerekek, ez megvan. Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy lefőtt a kávé. Jó, én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban igen, ez már nem csöpög. Ebben a pillanatban Erika és Antal nyertek. Jó van. Van néhány centiliter fuel save még benne, ezt most már eltapsolja Antal. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, gratulálunk. Ez azt jelenti, Erika, hogy 10.000 forint értékű Shell fuel save üzemanyag utalványt kaptok így mai nyereményként. Jó, hát hogy történik az osztozás? El tudunk menni egy benzinkútra esetleg, vagy megoldjuk. Ja, hát az is, akkor kannába hazam mindenki külön? Neked van autó? Igen, én is abban vagyok, ő is abban van, úgyhogy... Tehát vagy így, vagy ugye innentől már közös az utatok, és aztán ugye az is lesz. Elképzelhető. Éva és Zsolt. Benzint elvihetjük a maradékot? Amit megtakarítottál. Hát, hogyha valami tartályt hoztok, akkor persze át lehet önteni, hogyha ennyivel is. Szerintem a másik maradékát is elvihetitek. Egy bumerángos ajándékcsomagot vigaszdíjként fogadjatok el. Köszönjük szépen, gratulálunk is. Hát... Köszi szépen, köszönjük. Antal nem csak fogdos. Antal nyomja a gázt. Antal nagyon király. És ezen a felén van Antal. Igen, még mindig. Jó. Az én csapatom nyert. Igen, jó voltatok. Igen. Na jó, gratulálunk. Maga a győztes. Ne felejtsétek el, hogy pénteken lesz a sorsolás, mert valaki a napi folytán az oktán nyertesek közül megnyerheti az egy évre szóló Shell Fuel Save üzemanyagutalványt. Ez 500.000 forintban kalibráltuk be. Így van. Na jó van, gratulálunk, köszönjük szépen, és jövünk vissza, most ránézzük az órára. Ó, már 8 óra van a hírek után. Egy nagyon érdekes téma, lehet, hogy még ti is hozzá tudtok szólni. A kérdés az, illetve el fogjuk árulni, hogy mennyit kell inni a csajozáshoz, meg a pasizáshoz. Ma nem ittam egy kortyot sem még. És vagyis még... de, éjfél után egy picit még. Igen? Éjfél után még valami? Éjfél után még igen, 5-ig, de ma már nem, ma miután fel. De a szonda még kimutatja. Erika, neked kell alkohol ahhoz, hogy Antalt... Elvisel? Igen. Hát, lehet egy kicsi. Mit iszol, ha iszol?
Én gin tonicot szoktam. Gin tonic, te, Antal? Én sörözök általában, kis pálinkával. Jó, leheleted lehet. Még a gin tonic aránya érdekelne engem. 3 cent, 2 deci. De miből? Talált ki a gymből. Én ehhez nem értek, én azt tudom mondani, hogy sokat. Ez a lényeg. Gyerekek, ma bepiálnak, és isznak a nyereményük egészségére, aztán történik, ami történik. Még egyszer köszönjük nektek, és akkor jövünk vissza, hogy valóban mennyit kell inni. Köszi a szépen. Csajozáshoz és a pasizáshoz Dóri hírei után. Bumerang. Mellékhatások tekintetében kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. A Neo FM.